Szervusztok! Április 4-e van, keddi nap, most már ezeken kell mindig gondolkodnom, és ismét egy rendkívüli bejelentkezéssel szeretnélek benneteket egy pár percre feltartani. Orbán Viktor vagy Donald Trump? Hatalmon vagy börtönben? Ez a nap kérdése, amely ezen a napon foglalkoztatnia kellene Magyarországot, és foglalkoztatja az Egyesült Államokat, talán ott Orbán Viktor ebben kevesebb szerepet játszik, és a világot. Donald Trumpnak ugyanis a Manhattani vádhatóság előtt ma meg kell jelennie, és számot kell adnia, arról közlik vele a vádat, tehát vádat emelnek vele szemben, innentől lesz hivatalos, hogy az Egyesült Államokban ez először fordul elő, hogy egy volt elnökkel szemben vádat emelnek. Közlik vele a vádat, és nem lesz hosszú a mai tárgyalás, az igazából csak ez a vádnak a közléséről szól, és arról, hogy megértette-e a vádat, amelyre az elnöknek azt kell válaszolnia feltehetően, hogy igen, és utána, hogy elismerje a bűnösségét, amelyre szinte egészen biztosan Donald Trump azt fogja mondani, hogy nem. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a magyar belpolitika szempontjából, meg a külpolitikánkból is, ennek a napnak tényleg van egy nagyon fontos jelentősége. Én azt fogalmaztam meg, hogy ki lesz az első. Egyelőre az Egyesült Államok demokráciája egészen biztosan 1-0-ra vezet, de ez a mérkőzés kezdete. 1-0-ra vezet, mert egy olyan autokrata vezető, mint Donald Trump, ma a vádhatóság elé áll. A mérkőzés azonban majd akkor lesz lezárva, amikor valamelyik őket elsőként bűnösnek fogják kimondani. Ha kimondják, erre vonatkozik a nap kérdésének a második fele, hogy hatalmon marad, vagy börtönbe kerül. Donald Trumpot effektíve a börtönbüntetésnek az a szintje, amikor börtönben is zárják, az ebben a pillanatban, ebben az ügyben nem fenyegeti, de még számos más ügyben esetleg ez majd szóba jöhet. Abban egészen biztos vagyok, hogy Orbán Viktor esetében, ha egyszer vádhatóság elé kerül, bűnösnek is fogják kimondani, és börtönbe is fog kerülni. De hogy csak az egyikőjük és melyikőjük először, vagy mindkettőn, azt nem tudom ma megmondani. Orbán Viktor esetében biztosan csak nagy várakozással vagyok e pillanattal szemben. Érteni kell, hogy a bűnnek bűnhődnie kell. A történelem azért azt bizonyítja, hogy a legtöbb gazember, legyen az diktátor, ha nagyon hosszú ideig is regnálja a diktátori hatalmát, előbb-utóbb a börtönbe kerül, ha megéli a hatalmának az elvesztését. Mert egy diktátor a váltás után semmilyen körülmények között nem marad hatalma, nem marad büntetlen. Csak az érdekesség kedvéért mondom nektek, hogy még akkor sem, ha Orbán Viktort egy másik oligarha, ha úgy tetszik, egy másik maffia vezér vagy bűnszervezeti vezető váltja, és nem a demokrácia áll szemben. Mert ha úgy váltja le őt mondjuk Rogán Antal, Lázár János, Szijjártó Péter, vagy bármelyik más, Habony Árpád, tehát úgy váltják le a hatalomban, hogy átveszik tőle az irányítást, akkor is az első lépéseik egyike lesz, hogy Orbán Viktort börtönbe zárják, vagy kiadják nemzetközi bíróságnak, attól függ, hogy még miket fog ez az ember elkövetni, ameddig hatalmát gyakorolja. Mert benne látják a legfőbb veszélyeztetését az ő hatalmuknak, tehát hogy az ő megszerzett, ha úgy tetszik, hatalmuknak. Ezért egészen biztosan egymást fogják kinyírni, akár kerül első alkalommal hatalommal, és első között Orbán Viktort. Ez így működik. Ezzel szemben Orbán Viktor ezt a életutat csak akkor tudja elkerülni, ha úgy tetszik, ha vagy elhagyja az országot valahol, ahol megfelelő szívességeket tett a hatalmi regnálása alatt, annak érdekében, hogy ott nyugodtan élhesse le a életének hátralévő részét, vagy pedig beleöregedett, vagy egy betegséget.
Én azt szeretném, ha Magyarországon és az életében és hosszú időkön át, és hosszú éveken át kerülne börtönbe, mert ezt érdemli meg. Ezt kellene a magyar társadalomnak elérni. Úgyhogy nagyon sokunkban van egy nemzeti neveltetés. Az én édesapám, már elmondtam többször, az ország egyik legnagyobb történésze volt. És gyermekként is azt nevelte velém, hogy akár könnyezzek meg egy olimpiai bajnokság, egy olimpiai részvételnél, vagy bármikor, akár csak egy foci, nemzetközi foci meccsen. És könnyezzem meg, és drukkoljak a nemzeti öntudatomból adódóan, drukkoljak Magyarországnak, a magyar virtusnak, a magyar embereknek, annak a büszkeségnek, hogy magyar vagyok. Orbán Viktor és az ő bűntársaim ma mindent elkövetnek, hogy erre ne legyek annyira büszke, de nem tudnak megfosztani ettől az érzéstől. Azt szeretném, ha előbb-utóbb ők bűnhődnének, és a magyar társadalom az én büszkeségemmel együtt, ugye, elérni az ő börtönbe kerül, az ő és társainak a börtönbe kerülését. De itt vannak azok a nagy nemzeti öntudattal lévő Orbán Viktor hívők, akik ma olyan nagy mértékben oda vannak azokért a frázisokért, amit soha nem a szívéből, nem a valós tudatából mond el Orbán Viktor és az ő környezete a magyarokról, a magyar nemzet nagyságáról. Itt van most az ő lehetőségük arra, hogy drukkoljanak, mert az Egyesült Államokkal a mérkőzés, a demokrácia mérkőzése megkezdődött. És egyelőre az Egyesült Államok 1-0-ra vezet, méghozzá gyorsan és határozottan a válthatóság elé kerül ma. Érdekesség talán, bár már nem olyan szokatlan, azok a fogadtatások, amelyet az amerikai elnök válthatóság elé indézése miatt Magyarországon a hatalom, az Orbáni hatalom megfogalmaz. Orbán Viktort, mert bűnöző, egy pillanatig sem zavarja, hogy teljesen egymást kizáró nyilatkozatokat tesz abban az esetben, ha mondjuk valamely ország van, valamely hivatalos szervezet Magyarországról alkot véleményt, akkor ugye jön a mondat, hogy honnan veszik erre a bátorságot, bár azt hiszem, ez Szijjártó Pétertől származik, de a tartalom az az utánzása Orbán Viktornak, milyen módon mernek beavatkozni a magyar belpolitikába, maradjanak csöndben és otthon. Ugyanakkor egy államfőnek, egy miniszterelnöknek még a saját hazájában sem illik egy elindult büntető eljárásban kimondani a véleményét és kritizálni az adott állam igazságszolgáltatását. Megteheti egyébként majd, ha mondjuk az Amerikai Egyesült Államok Bírósága Donald Trumpot felmenti. Akkor egyébként elmondhatja, hogy politikai üldöztetésnek volt kimondva szerinte, és egyetért a bírósággal. De ameddig az igazságszolgáltatás eljárása zajlik bármelyik másik országban, vagy akár Magyarországon, a miniszterelnöknek távol kell tartania magát ettől. De hát Orbán Viktor az általában rulettezik, és ezt a rulettét annak idején, amikor Hillary Clinton és Donald Trump között kellett választani az elnök választáson, akkor is megtette Donald Trump mellett, most pedig úgy nyilatkozott a saját nagy nyilvánossága előtt, hogy folytassa a harcot, elnök úr, mi önnel vagyunk. A mi alatt őszintén hiszem, hogy kizárólag Orbán Viktor bűnszervezetét, és nem Magyarországot érti, nem a magyar társadalmat, mi ugyanis nem vagyunk egy gazemberrel szemben. Érdekes volt, és az előző gondolatomra talán egy jó példa, amikor az amerikai nagykövetség visszavág a magyar külpolitikának az ilyen bejelentéseiben, hiszen nem is olyan régen, mindjárt keresem a pontos hírt, mert szeretném pontosan idézni, Szijjártó Péter, Magyarország külügyminisztere azt mondta, hogy tiszteletünket azzal mutatjuk ki, hogy nem avatkozunk bele más országok belpolitikájában, nem nyilvánítunk véleményt,
nem próbáljuk befolyásolni. Hát ez nem megy. De ugyanez a Szijjártó Péter most azt, ugye egy másik mondatában azt mondja, hogy teljes mértékben érdektelen, hogy mit gondol ő, vagy bármely más nagykövet, ez az amerikai nagykövetről szólt, Magyarország belpolitikai folyamatairól, mert semmi köze nincsen hozzá, nem dolga beleszólni Magyarország belügyeiben. Csak azt nem tudom, hogy miért nem mondja el ezt az ő nagy barátjának, az ő miniszterelnökének, Orbán Viktornak, hogy nem dolga beleszólni az amerikai igazságszolgáltatásba. Semmi köze hozzá. De a leglényegesebb szerintem az, hogy egyébként az Egyesült Államokban Orbán Viktor megszólalása teljesen érdektelen. Egy picit azért utolsó ilyen záró gondolatként hagy mondjam el nektek, hogy Donald Trump a magyar országon megjelenő hírekkel ellentétben nem azért emelnek vele szemben vádat, tehát nem az a vádnak a lényeges eleme, hogy egy híres amerikai pornó színésznővel gyakori kapcsolatot tartott fönt, és amikor elindult az elnökválasztási kampányában, akkor lefizette több mint 100 000 dolláros nagyságrendben, hogy ő ne beszéljen, titoktartási megállapodás kötött, hogy ne beszéljen az egykori viszonyukról, mert az az ő konzervatív pártjában, az ő konzervatív megszólalásaiban nem pozitív az ő számára, feltétlenül az ő konzervatív szavazóinak egy részét esetleg eltántorítja. Ez ugyanis önmagában az, hogy Donald Trump egy híres pornószínésznővel folyamatos kapcsolatokat tartott fönn, pénzügyileg is megengedhette magának, a pornószínő számára ez pedig egy életérzés, egy életpályaválasztás volt, ez Amerikában sem bűn. Nem ezért van a várthatóság előtt, mert ezt olvasom mindenhol. Azért van ott, mert ennek a napfényre kerülése kapcsán az is napfényre került, hogy valószínűleg, és erről szól ma a vád, ezzel fogják megvádolni, hogy azt a pénzt, amely olyan 40-50 millió forintnak megfelelő, úgy tetszik akkor hallgatási pénzt, azt elszámolta a kampánya költségeiben. Na, ez az, ami tilos. Ez az, ami kikerül az adósokat. Hihetetlen magánvagyona van. Én nem is értem, de az ilyen emberek nem csak nagyképűek, nem csak diktátorok, hanem egyébként végtelenül zsugoriak, nem tudom, kisstílűek is. Nyugodtan kifizethette volna a saját pénzéből. De nem. Ő úgy gondolta, hogy a költségek között, a kampány költségek között fogja elszámolni. Na ez már költségvetési csalás a magyar megfelelőinek tekintetében. És nem kis összeg. 50 millió forintnak megfelelő összeg. Ezért Magyarországon súlyos börtönbüntetés jár ilyen nagyságrendű költségvetési csalásért. Ezért van ott. Talán aki még emlékszik, Clinton elnöknek a Monica Lewinsky botrányára, amiért elveszíti, le kellett mondani az elnökségéről. Ott is annak idején több nagy nyilvános publikációban mutattam be, hogy az amerikai jogban önmagában az, amit az ovális szobában Monica Lewinsky és az akkor regnáló Egyesült Államok elnöke tett, az nem bűn. Azt is megtehette volna Clinton elnök, ugye elnöki regnálása alatt, hogy azt mondja, hogy e kérdésre, mikor ezt ugye ott a hölgy hozta nyilvánosságra dolgokat, hogy erre ő nem kíván válaszolni. Egy úriember ilyen kérdésekre nem válaszol. Akkor sem, ha igaz, és akkor sem, ha nem igaz. Ugye? De nem ezt tette. Ma már tudja, hogy súlyos hibát követett el, hanem mikor felesküdött a bíróság előtt, a kongresszus előtt feresküdött az igazmondásra, akkor azt mondta, hogy nem volt ilyen kapcsolata Monica Lewinsky-vel. És ez az, ami az Egyesült Államokban nem megengedett, hogy az amerikai elnök hazudjon, eskü alatt hazudjon. Az nem megengedett semmilyen körülmények között. Ezért kellett lemondania. Azon gondolkodtam, mostán, amikor ez eszembe jutott, hogy Orbán Viktornak hányszor kellene lemondani a miniszterelnökségéről, hiszen a hazugságainakról tetten érjük nap mint nap.
Saját maga is meghazudtolja önmagát, mert nem zavarja, nem reagál vissza a múltbeli kérdésekre. Hát még van hova fejlődni a magyar demokráciának. Szóval nem tudom, ki lesz az első, ki kerül esetleg elsőnek börtönbe vagy elítélésre. Azért én azt gondolom, hogy a világ akkor működne jól, ha mindketten oda kerülnének. Köszönöm szépen, hogy ma is velem voltatok, ha fontosnak tartjátok, akkor osszátok meg. Ha még nem követitek az oldalt, és úgy gondoljátok, hogy ezek a tartalmak hasznosak, akkor jelöljétek be a követést is. Köszönöm szépen, és egy további szép napot kívánok mindannyiótoknak.